Október 1-én az Idősek Világnapja alkalmából Püspökladányban a helyi és a térségben élő nyugdíjasok tiszteletére szórakoztató és vidám rendezvényt szervezett a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Művelődési Házban. A már hagyományos találkozóra a Sárét minden településéről érkeztek nyugdíjas fellépők és érdeklődők egyaránt. A műsorkezdés előtt Tornyi Anita Anna, a Segítőkezek intézményvezetője beszélt televíziónknak a térségi idősek napi rendezvény jelentőségéről. Minden évben hagyomány ez az ünnepségnek a megrendezése, és most kimondottan jól is jött ki ez az alkalom, hogy pont ma van az idősek világnapja, és a napján tudjuk köszönteni a szépkorúakat, idős ellátottainkat. És ugye nyilván nem csak ezeket az ellátottakat szeretném köszönteni, hanem intézményünk nevében a tévénézőiket is szeretném köszönteni. Időskorúakat, szépkorúakat, mindannyiukat egyaránt. Minden évben nagyon nagy lelkesedéssel készülnek minden településen, ugye ez térségi idősek napja. Itt nem csak a püspökladányi ellátottaink vesznek részt, hanem a társult település minden részéről jönnek az ellátottaink. Hát most látszik is, hogy szép számmal gyülekeznek. Körülbelül 350 főt várunk a mai napra is. Ez is a farsangi rendezvényünk szokott egy ilyen nagyszabású rendezvény lenni. Nagyon várják, nagyon készülnek rá. Semmi nem kötelező, nem kötelező szerepelni, nem kötelező műsort adni, de nagyon szeretik. És most is azt beszéltük, hogy kérdezték a kollégák, hogy mennyi idő van arra, hogy ők szerepeljenek. Nyilván az idő az nem meghatározott, aki szeretne, mindenki. És nagyon szívesen jönnek, barátokat találnak itt egymásba, ismeretségeket kötnek, és nyilván nekünk, a mai generációnak tisztelni, becsülni kell a mai időseket, hiszen azért az életük része elég keserves volt, és felneveltek bennünket, nekünk kötelességünk tisztelegni előttük, nem csak ezen a napon, hanem az év minden napján, és úgy gondolom, hogy amiket ők ránk hagyományoztak, amiket ők nekünk tanítottak, azt nekünk kötelességünk továbbadni a jövő nemzedéknek. A folytatásban Kis Tibor, a társult település Sárét udvari polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Kis Zsigmond, városunk ügyvezető alpolgármestere mondott köszöntő beszédet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, polgármester kollégáim, intézvezető asszony is, valóban minden kedves ellátottunk, illetve az intézmény dolgozói. Nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit az idősek napi rendezvényeinken, ami hát ennek az intézménynek igazán egy nagyon fontos napja, hiszen ha csak a segítőkezek intézményre gondolok, mint egyszernek tudni, azért vagyunk itt ilyen sokan a környék településeiről, mivel ez az intézmény összefog 5 települést. Összefogja a településeket közösségi szinten, illetve sokszor a település vezetés szintjén is, illetve hát összefog nagyon sok ellátottunkat, akikért mi szeretnénk nagyon felelősséget vállalni, és minden ellátást megadni számunkra, amiket úgy érzünk, hogy fontos, illetve törvényi lehetőségünk megvan rá. Ez a mi intézményhálózatunk és ezek az alapszolgáltatások nagyon széles körűek, de pont ennek a rétegnek, az időskorúaknak, vagy hát mondjuk szépkorúaknak az ellátása valóban egy igazán kiemelt feladatunk, és ennek az intézménynek mi is lehetne nemesebb célja, mint hogy az idősekről gondoskodjunk a mindennapokban, és gondoskodjunk ilyen ünnepek alkalmával is, amikor teljes szívvel szeretnénk kimutatni az irántuk érzett szeretetünket és megbecsülésünket. Különös tekintettel szeretném köszönteni időseinket, és azokat a leendő fellépőket, akik majd el fognak bennünket szórakoztatni, hiszen róluk szól ez a mai nap, az idősek napja, és bízok benne, hogy ugyanazzal a sikerrel és ugyanazzal az élmény gazdag dolgokkal fogunk majd hazatérni, mint korábban is. Annál is inkább örülök ennek a mai rendezvénynek, mert ismét Püspökladány adhat helyet ennek a színvonalas műsornak, és most kell, hogy elmondjam, hogy hamarosan ez az épület teljesen meg fog újulni. 60 millió forintot nyertünk Püspökladány város önkormányzatban a hadsfályázaton keresztül, úgyhogy rövidesen a légtechnikai oldalról is megújul maga a színpad is.
Az időseknek ugye jó hír az, hogy majd egy lift is majd rendelkezésre fog állni, és maga a belső állapot is teljesen meg fog újulni. Tehát jövőre már egy sokkal színvonalasabb épületben tudjuk majd ezt a rendezvényt megtartani. Én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a mai rendezvényhez. Jó szórakozást még egyszer! Tornyi Anita Anna, a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője beszédében hangsúlyozta, a szépkorúak fontos társadalmi szerepét, hiszen ők azok, akik még hűen őrzik a hagyományokat, meg annyi élettapasztalattal rendelkeznek, és mindezeket megpróbálják átörökíteni az utánuk jövő nemzedék számára. Nehézségek közepette felnevelték, majd útjára bocsájtották gyermekeiket. Most pedig unokáik életét egyengetik türelemmel és alázattal. De hogy az ősz is lehet borús, bánatos, szomorú, latyakos, az önök életében is vannak nehézségek. Már nem tudnak olyan könnyedén és gyorsan mozogni, hol itt fáj, hol ott fáj, sokat kell költeni a gyógyszerekre is, de a szívük az nem öregszik. Megvívták már az élet nagy merész csatáit. A lelkükben dúló viharok lassan lecsendesültek. Lehet, hogy fiatalon az élet becsét nem érezvén, sokszor pazarlóan bántak lehetőségeikkel. De az élet adta tapasztalatok idővel bölcsességgé nem esettek. Ma már mondják, mindennek rendelt ideje van, és helye van az ég alatt minden akaratnak. Kívánom az idős és szépkorúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és épp oly nagy kincs az, hogy embernek születtünk. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak önök tudnak. A rendezvény keretein belül ebben az évben második alkalommal adta át az intézmény az év nagymamája és nagypapája díjat. Év nagymamája és nagypapája díjat szeretnénk átadni. Rácz Lajosné Ibolya néni szerepről kérném szépen, hogy egy dolgozó segítségével legyen szíves a színpadra fáradni. A mi szerepi nagymamánk 1944-es születésű. 6 unokája, 4 dédunokája van. Minden napjait az unokái és dédunokái körében tölti. Sokat megy a szomszédban lakó dédunokájához, unokájához Bihar-Nagybajonba, Sárét-udvariba, a pár hónapos Iker dédunokáihoz. De budapesti unokáját is szívesen megy, unokájának is szívesen megy segíteni. Klubunknak aktív tagja. Mikor nem kell az unokáknál segítkezni, akkor ha csak teheti, szívesen tölti idejét nyugdíjas társaival. Rendezvényeken, fellépéseken is lehet rá számítani. Körülötte lévő emberek mi azt látjuk, hogy ha csörög a telefon, Ibolya néni büszkén és örömmel már indul is, családjának szüksége van rá. Mindenki boldog lehet az ilyen önzetlen nagymamával. Kérem, fogadják szeretettel Rácz Lajosné Ibolya nénit. És megkérem Mire Zsoltit, adja át az ajándékot. És az év nagypapáját kérném a színpadra, Bai Lászlót, Nagy Rábéról. Bai László 1933-ban született Nagy Rábén. 3 gyermek boldog apukája, 8 unoka nagypapája és 9 dédunoka büszke déli papája. Egész életét családjának szentelte. Életében még a mai napig is keményen dolgozik. Igaz, már csak a gyümölcsösök és szöllők, valamint apró kerti munkákban tevékenykedik. Mindig azt tette boldoggá, és teszi ma is, ha szép rendben tartott kertet lát. Megnyugtatja lelkét, családját is erre nevelte, és ma is ezen úton terelgeti unokáit, dédunokáit.
sokat vitte magával őket a kertbe. Unokái csintalanok. Rengeteg ostort tettek tönkre, ami Laci bácsit megelégelt, és megtanította őket az ostorfonásra. Munkás évei során sok elismerést és kitüntetést kapott, igazán jó munkaerő volt. Boldogan jár be a nappali ellátásba kerékpárral a mai napig, ahol szívesen tevékenykedik. Szereti a közösséget. Nem múlhat el nap, hogy barátjával ne ütnék-vernék a kártyát, amiből hangos nevetések lesznek. Szeretetre méltó közösségi ember. Fogadják őt szeretettel. A színpadi műsorokat Szőnyiné Szántó Marika, a Szent István úti központi telephely nappali ellátásának tagja, Miniska Zsejke az Örök Fiatalság című versével nyitotta meg. Az idő csodákat művel, sebeket gyógyít, bánatot küld el. Új hónapot, évet, évszakot hoz, szomorúságot vagy örömöt okoz. Az idő múlik, de kit zavar? Miért nem múlhatna, ha akar? Hisz mindig ragyog majd napsugár, az időtől függetlenül énekel a kis madár. Múljon az idő, engem nem zavar, múljon, csak múljon, ha akar. Az idő, mint egy drága kő, mint a boldogság csak eljő. Egyformán szép mindenkor, mert minden az életről szól. Mindegy, hogy idős vagy fiatal, csendes vagy erős az ivatar. Hisz a fiatalság el nem múlhat, ez egy örök igazság, mint mindenki tudhat. A fiatalság minden embernek megmarad lélekben, csak több tapasztalata lesz az életben. Kárász Anna Mária, a Gárdonyi Géza úton működő fogyatékosok nappali ellátásának vezetője elmondta, az intézmény gondozottai nagy lelkesedéssel készültek erre az alkalomra is. A fogyatékosok nappali ellátása is nagy lelkesedéssel készült a mai napra. Mi általában minden ilyen nagyobb rendezvényre külön produkcióval készülünk, ez ma is így történik, egy nagyon szép görög táncot fogunk előadni a gyerekekkel. El kell, hogy mondjam, hogy a mi csoportunkban is van időskorú, akire nagyon büszke vagyok, mert ő 68 évesen 20 éveseket meghazudtoló módon mozog és tevékenykedik közöttünk, és bármiben a segítségünkre van, és nagyon szívesen beáll, olyan produkciót tud letenni az asztalra, amit tényleg egy 20-20 éves fiatal is megirigyelhetne. Kollégáimmal készültünk és készítettük fel a csoportot erre a rendezvényre. Nagyon ügyesek lesznek, bízom benne, mert nem szoktak cserben hagyni bennünket, és én nagyon szívesen ajánlom mindenki figyelmébe majd a produkciójukat. Mennyi időt vett igénybe az erre való felkészülésetek? Hát általában véve egy-egy ilyen produkció nekünk egy ilyen 6-7 hetes munkát igényel, jobb esetben egy 6-7, de mivel ezek a dolgok úgy alakulnak, hogy nem mindenki tud bejönni minden próbára, ezért ez ennyi idő. De egyébként nagyon hamar tanulnak, borzasztó ügyesek, és nagyon-nagyon szépen tudják előadni a betanult táncokat, vagy bármilyen olyan produkciót, amivel éppen készülünk, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. És mindenkire, aki erre a mai napra fölkészült, és ide teszi szívét, lelkét a színpadra, én úgy gondolom, hogy megköszönhetjük mindenkinek, és bízom benne, hogy a közönség is díjazni fogja majd egy-egy nagy tapssal a produkciókat.
Alker Mihályné Erzsike néni kifejtette véleményét a rendezvénnyel kapcsolatban, valamint azt is hozzátette, nagyon szeret ebbe a közösségbe járni. Nagyon jó jött most össze, hogy ma van a világnapja az időseknek, és pont erre a napra esik az ünnepségünk. Nagyon gondoskodóak velünk szemben, nagyon kedvesek, és türelemmel vannak irányunkba, és betanították most is a csárdást a csoportnak. Nagyon jó érzés, én nagyon szeretek bejárni a csoportba is, részt venni a foglalkozásokon is. Örülök, hogy köztök lehetek. Nyilván egy idős ember életébe, főleg akkor, hogyha egyedül él, ugye nagy jelentőséggel bír, hogy társaságban lehet. Így van, nagyon rossz a magány, és alig várom azokat a napokat, amikor mehetek be a klubba egy kicsit beszélgetni, egy kicsit felszabadulni, eltársalgunk ott. Benne sajnáld a dobára, magárhogy is csodálja, lesz majd a másik pillanatokra, nincs jó csátás, mint a robotos, mint itt a topiáljuk ezt a kopogos. Előttek folyt a madóba, attó tüzes madóta, járjuk rózsát, csuda módra. Nincs jó csárdás, mint a robotos, mint itt a topiáljuk ezt a kopogos. Előttek folyt a madóba, attó tüzes madóta, járjuk rózsát, csuda módra. Szállt a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyok a szerelemre. Hogyha jön a vasárnap, várom én a babámat, most is ő jár az ezenbe. Édes rózsám, add a kezedet, hadd táncoljak mindig csak veled. Mert galamb szállt a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyok a szerelemre. A továbbiakban a segítőkezek szociális szolgáltató központ többi telephely ellátottjai is különféle előadásokkal léptek színpadra, melynek során csoportosan vagy egyénileg mutatták meg produkciójukat a közönség előtt. Már elnézést, aranyoskám, ne szólítson már be senkit sem. Itt várok már mióta. Hát már egy pénz is volt a szó. Hadd mondjam már el a kis versemet. Már nagyon felidegesítettem magamat. Fogadják szeretettel Fekete Imréné Jolika néninket. De mindegy, el akartam mesélni, hogy miért is vagyok én most ideges, a mai napom egy csőd volt. Lelki csőd, az egész. Régen felkeltem, gondoltam, hát olyan régen voltam, ki kéne már menni látogatóba a temetőbe. Összeszedtem a virágokat, jó van, de járókerettel tudok menni csak. Hát valakit megkértem, hát Zsófikát megkértem a szomszédból. Aranyoskám, nem jönnél ki velem, ne egyedül menjek, már legalább beszélgetünk is úgy közben, még csak biztosabbnak érzem úgy magam. Hát jó van, kijött Veszemre. Ez a beszélgetés nagyon egyoldalú volt egész úton. Egész úton azt hallgattam, hogy jaj, Juliskám, képzeld már el, az uram nagyon beteg. Műtik, súlyos műtéten kell átesni, de hát azt mondja, hogy nem akar neki menni. De mondták, hogy hát igen, nem biztos, hogy fog ez sikerülni, de ha mégse, akkor viszont viszik a bontóba, azt akkor a máját, meg a lépit, meg a vesét, akkor még újra hasznosításra, hogy a tüdeinek legyen hely. Hát nem nagyon akar neki menni egyáltalán. Nem tetszik, szedi a sok gyógyszer. Reggelre is 34 szem tablettát kapott be. Érre, vérre, bére. Ja, még a cerkára szedi a gyógyszereket. Ezeket én hallgassam. Megyünk, ballagunk. Mellénk ír egy fiatal fiú. Én nagyon huligánnak néztem. Nagy zsíros haj, szakadt nadrág rajta. Mellém ír, azt mondja, mi van, nyanya? Elhoztad a erkeinek a korlátját magaddal? Hát utána néztem. Nagyon idegesültem jelzem. Gondoltam magamban, na, most van az, amikor mondják, hogy az emberiség a növénnyel fejlődik. Mi van majd, nézed, drágám? Semmi.
Tegnap se volt semmi. Hát két napra főztem. Csak tudnám, hol volt a fejem, mikor feleségül kértelek. A lábaim között, drágám. Emlékszel arra a fekkés hálóinkra, amit először viseltem, mikor együtt voltunk? Igen, emlékszem, de én nem a fecskés hálóingeddel voltam elfoglalva, hanem a fecske fiszkét kerestem. Észrevettem. Ma vagyunk 50 éves házasok. Sose felejtem el azt a pillanatot, amikor először találkoztunk. Hely, pedig baromira próbálom. Tudod, drágám, hogy miért vettem fel a fehér ruhát az esküvőnk napján? Miért? Mert az volt életem legboldogabb napja. Ó, akkor már értem, hogy én meg miért a feketét öltöttem magamra. Azóta is gyászolom azt a napot. Tudod, miért kértem meg a kezed, drága Mariskám? Miért, drágám? Azért, mert már az én kezem elfáradt a nők simogatásába, na meg aztán sehogy se ízlett már a vendéglátóikhoz, úgyhogy sehogy se ízlett. És most már ízlik? Most már ízlik! 50 éve már annak drága Mariskám, hogy választékosan főzöl. Örülök neki. Például a múlt hétfőn krumpli, kedden krumpli, szerdán krumpli. Tudod, mi ebben a választék? Micsoda, drágám? Az, hogy vagy megeszem, vagy nem. Adi Endre, őrizzem a szemed. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán ősi vad, kit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, és őrizem a szemedet. Urbán Istvánné riporterünknek elmondta, minden fellépésre lelkesen készülnek, illetve azt is hozzátette, nagyon szeret bejárni az intézménybe nap mint nap, hiszen egyedül élőként tartalmasan, közösségben tölti el az idejét. Ilyenkor nagyon készülünk erre, már nem csak erre a fellépésre, hanem például a farsangra, arra is nagyon készülünk, és olyan lázba hoz bennünket ez a készülődés. Én csak azóta tapasztalom ezt, hogy így megtisztelik, mióta én bejárok ebbe a klubba. Azóta vettem úgy észre, hogy hát úgy odafigyelnek ránk. Úgy mivel én egyedül vagyok, mert gyermekeim nincsenek itt nálam, hát nekem ez nagyon jól esik, hogy hát egy az, hogy oda bejárhatok, hogy közösségben vagyok, másik meg az, hogy a napomat kitölti. Aztán meg azt nagyon szeretek bent lenni, nagyon szeretek kizegni, mozogni, beszélgetni odabent. Azt, amit mondjuk az újság belolvasok, azt odabent viszek be újságot, verseket, mindent, mert nagyon imádom a verseket is, azt beviszem oda, és ott elolvasom az asszonyoknak, hogy örüljenek neki. De úgy kitölti az életemet ez a rendezvény, meg ez a közösség. Bagdány Lajosné, a szerepi intézmény vezetője televíziónak elmondta, egy humoros történettel készültek erre az alkalomra. Egy humoros, vidám jelenettel készültünk. Nagyon izgultak a mamák, ma már a főpróbán már azt mondták, hogy hát, ha így sikerülne, jó lenne, de igen, készültünk, igyekeztünk, reméljük, hogy jó sikerül. Mennyi időt vett ez igénybe ennek a felkészülése? Hát megmondom őszintén, hogy már egyszer ezt előadtuk, most csak felelevenítettük, mert hogy még itt nem volt előadva, ott szerepem már egy alkalommal a nyári mézes napon elő volt adva. Mennyire várják ezt az eseményt? Nagyon várják és izgulnak. Minden évben ugye a farsang, meg az idősek napja, ez a térségi rendezvény, ez nagy izgalommal tölti el őket, mindig készülnek, mindig mondják, hogy jaj, csak el tudjak menni, ne fájjon itt, ne fájjon ott, de igen, jöttünk most is szép számmal.
János, viselt egyetek? Igen, mi vagyunk a Szerepi Nyugdíjas Dalolókút tagjai. Tudja, mi nem igazán szeretjük a városi firkácokat, mert azok össze-vissza írnak mindenféle hazugságot, hogy nagyobb legyen a példányszám. Én nem, én csak az igazat, a tiszta igazat írom le. Feltehetem a kérdéseimet? Na jó, kérdezzem, és ha tudunk, válaszolunk. Az első kérdésem az lenne, hogy hol élnek? Kis szerepéleány vagyok, kis szerepen születtem, kis koromtól nagy koromig, benne fölnevelettem. Megmondanák, hogy hol születtek? Rózsabokorba jöttem a világra, nem neveg az édesanyám hiába. És most? Milyen házban laknak? Nárda házam, tetteje, rászállott a cümege. Van-e fürdőszobájuk? Kis kút, kerekes kút van a tundarunkban. Száz forintnak 20 az értéke, az egyres minden nyugdíjas zsebe. Nem lenne itt nagy probléma, ha a kétszer kapnánk egy hónapban. A rendezvény sztárvendégei Szigeti Eszter és Egri József operetténekesek voltak, akik egy fergeteges műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket. Cűzről pattan barna lányok, makra szép legények, Csenger táján hogyha járnak, ha csárdába térnek. Négy szál tüskös húzza ottan, vígan szól a csárdás. Nincs jobb dolga, ha füstösnek, a tizedik már a ráadás. Na és hogy szól ez a dal? Ringó, válló, csengeri, viholám, kis angyalom. Gyurjak, gyurjak, hely, nem a abokám, letáncolom. Ring a szeszkes, reszkő vállat magadhoz csaj. Itt határon nincs szem nálad, mi hagyjuk, haj, 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 haj. Ringó, válló, csengeri, viholám, a tánc nem ár. Ezt nem hagyjuk abba, de nem ám csak jár, csak jár. Hogy hány óra édes kincsem, te azt ne bánd! Jaj! Csak bokorugró szoknyádat tisztáld! Hogyha benégy a városba, furcsát látszott lelkem, fokszotrottot járnak ám, de szűk szoknya nem lebben. Hát Csengerben ismeretlen, a durranos ezsökű. Duros csusza, no meg pörkölt szap. No attól esik jól a rezgő, hú de rezeg! Ringó, válló, csengeri, viholám, kis angyalom. Gyurjat, gyurjat, hely, de ma abokám letáncolom. Ring a szeszkes, eszkő, vállat, magadhoz csaj. Itt határon nincs szem nálad, ihagycsú, haj, 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 haj. Ringó, válló, csengeri, viholám, a tánc nem árt. Ezt nem hagyjuk abba, de nem ám csak jár, csak jár. Hogy hány óra édes kincsem, de azt ne bánt. Háj! Csak bokorugró szoknyádat tisztáld! Hopp, hey! Ringó, válló, csengeri, violám, a tánc nem árt. Ezt nem hagyjuk abba, te nem áll, csak jár, hogy hány óra édes kincsem, de azt ne bánt. Jaj! Csak a bokorugró szoknyádat tisztáld! Köszönjük szépen! A műsorról készült felvételeinket a közeljövőben vágatlan formában, kommentár nélkül című rovatunkban tekinthetik meg.